Marga László fél évvel ezelőtt a bizonytalan helyzet miatt távozott Nyíregyházáról, akkor az Eger szerződtette, ám a szabolcsi születésű játékos vágyott vissza a megyeszékhelyre, és ma már Barta Dénes irányításával készül. Az Ózd elleni edzőmérkőzésen 3 gólt is lőtt. A felkészülési találkozót végül a borsodiak nyerték 41-28-ra. Ez volt a harmadik hét, amit dolgozunk együtt, és úgy mentünk el Ózdra, hogy mindazokat a taktikai dolgokat megpróbáljuk, amit eddig már edzésen gyakoroltunk. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó első 25 percet játszottunk, ott a visszarendeződésünkkel volt gond. A második részben egy teljesen más sor, ahol a gyöngyösiek is szerepeltek már. Ott ezt a problémát megoldottuk, sajnos sok zicsert hagytunk ki. És a harmadik 25 percben pedig egy ilyen vegyes csapat játszott, amelyik mindazokat a hibákat próbálta korrigálni, ami az első két részben volt. Vegyesen sikerült. Én azt hiszem, hogy a védekezésünket kell most már igazából összerakni. Támadásban megvannak az alapmozgásaink, és hát most már megkezdődik a éles szakasz, hisz az Ózd jön vissza majd jövő héten kedden, aztán megyünk Romániába, és mindig nehezebb ellenféllel mindazokat a dolgokat próbáljuk súlykolni, amire a bajnokságban is nekünk szükségünk lesz. Az NKSK napi két edzéssel készül a bajnoki rajtra. Délelőtt erőnléti edzés, délután labdás játék szerepel a programban. A keret nagyrészt már teljes, Gyöngyösről is érkezett 3 korosztályos válogatott, de elképzelhető, hogy még egy fiatal csatlakozik a csapathoz.